kívánok mindenkinek, és köszönjük a meghívást, annak ellenére, hogy most már lassan negyedszer mesélünk ilyen-olyan körülmények között, igaz, több év leforgása alatt erről a tervről, illetve lehetőségekről. 2012 óta még kérjük a várat Kolozsvár távolságából. Eleinte sürgős beavatkozási pályázatra, hál' Istennek sikerült a legalábbis a déli bástya környékén néhány lőrést biztonságba helyezni. Már akkor felmerült nagyon sok kérdés, hogy mit rejtegethet egy ilyen bástya belső helységek kutatása. És nem utolsó sorban maga az együttes milyen lehetőségekkel bír. Érintőlegesen volt csak megjegyezve az, hogy hát első reflexe az embernek ezt, mint műemléket felújítani, csak hogy az is ilyen záros anyagi keretekbe szorult volna, de ennek ellenére nem lehetett megpályázni, mert hasznos területet nem lehetett produkálni egy ilyen tervvel. Ez a ugye, meglévő, és ez a javaslat volt, mint műemléki épület együttesnek a projektje. Na most igaz, Romániában már volt egy trend, amikor 15 milliós, 20 millió eurós műemléket felújítások is történtek, hát itt előjárt Gyulafehérvár, ő volt egy régióközpont, és elkezdte néhány milliótól több mint 150 millió euróba került az, amit most látunk Gyulafehérváron. Hát egy kicsit nagyobb várról beszélünk ott, és várárokról, amit ők megörököltek, és kihasználták a lehetőséget. Tulajdonképpen az egyetlen olyan Romániában, ami az autópályával párhuzamosan a műemlékekre ennyi pénzt tudott EU-s támogatásból elkölteni. Sajnos utána nagyon zárosak lettek ezek az összegek, maximum 5 millió. Sőt, még az is van benne, hogy abban az 5 millióban naprakészen működőképes, teljes topográfiát felölelő, teljes műemléket, ami a listázatáson van, tehát szinte azzal kellett volna kezdeni a gondolkodást, hogy most a romániai műemléklistán melyik felel meg egy ilyen típusú beavatkozásnak, és sikerült akkor ezt összeállítani udvarhelyre, hogy lévén, hogy nem olyan nagy, mint a gyulafehérvári, csak éppen hasznos területet nem lehetett belőle produkálni, mert azt is kizárta az a pályázási lehetőség. Gyakorlatilag nagyon sok levelezés folyt az EU régiós társasággal, konkrétan pontosan a hajdúmástának a kialakításával kapcsolatosan, ahol jól lehetett érzékelni és tudatosítani a történelmi stúdiumok alapján azt, hogy ez egy többszintes épület, és hogy hát erre még vissza lehet álmodni egy olyan tömeget, ami felhívja magára a figyelmet, és nem utolsó sorban bemutassa ennek a területnek az értékeit. Na most konkrét válasz az volt, hogy ha a telekkönyvben nulla a hasznos felület ebben a rom toronyban, akkor az kell legyen a tervben is. Vagy valaki javítsa ki a telekkönyvet, hogy ott van nem tudom hány száz négyzetméter hasznos terület, hát nyilván semmi topográfust ilyenre nem lehet rávenni, és ettől kezdve elakadt a teljes dokumentáció. Annak ellenére, hogy megvolt minden jóváhagyás Bukarestből ennek a toronynak a visszaálmodására, illetve a helyszín ennek a gyűrűnek, mert erről már volt szó, hogy ezt ki kellett zárni eleve, segített tulajdonképpen, hogy az 5 milliót könnyebben utolérjük, mert hogyha az iskola is ott van, akkor már mindjárt 10 milliót kellett volna kérni. De eleve nem volt se iskolai program benne, csak olyan kulturális lehetőség a
restaurálási axison is, ami feltételezte egy műemléknek, egy külön számon megjelenő együttesnek a jelenlétét. Na most, akkor nagyon le voltunk lombozódva, mert maradtunk néhány beavatkozással, sürgős beavatkozással volt, potyogtak a kövek, de már nem lehetett azt se folytatni, mert nem volt rávaló, és hát kapóra jött az a lehetőség, hogy mégis van egy másik axis, ami másképp fogalmazza meg ezt a városi jót, tehát azt a helyszínt, amit újra lehet gondolni, hasznosítani, illetve a bejárhatóságát a várgyűrűnek azokkal a bástyákkal, amit így is úgy is szerettünk volna velük foglalkozni, de hogy ott akkor hangsúlyosabban eseménycentrikus lesz. Persze mindenhol függvénye ezeknek a részletkialakításoknak, hogy a régészek mit találnak a helyszínen. De ez sem volt kizáró ok, hál' Istennek, mert hogy belefért a kulturális funkcióba, vagy több szék fér bele, vagy több rom kerti kialakítás, amiből több információ van tulajdonképpen a város fejlődéséről. Na most erre is elindult a jóváhagyási papírozás. Nem szeretnék nagyon belemenni, de azért jó ezt tudni, hogy nem megy pikpakpuk, mert hogy ugye A-kategóriás műemlék lévén ezeknek a bürokráciája mindig egy helyi, aztán egy országos bizottsági elvárásnak kell eleget tegyen. És az országosnál meg külön építészeti, külön régészeti, vagy ha még van egyéb művészeti alkotás benne, akkor azok is átnézik ezeket a stúdiumokat. Na most azt mondjuk, hogy kétszer sikerült ezen túljutni, tehát az átfogalmazott variánst is már ezelőtt két évvel elfogadta a bukaresti bizottságoknak minden fóruma, és hát úgymond ezzel a teljes dokumentációval, ami jó magyarul egy DALI nevezetű előtanulmány, ez egy dokumentáció autorizáció körül, de ez egy ilyen előstúdium, amire mindenféle szakhatóság rá kell bólítson. Ez jut el az EU-s támogatáshoz, és ez megkapja végül is az 5 milliós keretösszeget, hogy kialakuljon egy ilyen vízióterv, ahol a városlakónak lesz egy előtere, ahol amfiteátrumos megközelítéssel ezekből a régészeti nyomokból ki lehet alakítani majd egy gyalogos feljárót, kialakul egy szabadtéri színházrész, kialakul egy toronyrész, úgy szintén a lehetőségeknek és a pénztárcának a függvényében további régészeti kutatásokkal a teljes gyűrűnek a helyszíne leereszkedik minimum 50 centit, de hát ez változó lehet, mert legalábbis ezt mutatják ezek a kutatások, hogy az eredeti domb típusú helyszín az nem mindenhol ugyanúgy volt feltöltve. Ez az egyik, a másik meg, hogy nagyon sok átalakítás miatt még rengeteg a nem ismert információ, tehát úgy kellett belőni a költségvetésben, hogy ez természetesen kutatás, kivitelezés és a tervezőnek egy állandó újragondolás, részletbeli újragondolást jelent azoknál a helyszíneknél, amit egy bizonyos kulturális funkcióra hangoltunk fel, de nem tudjuk még addig kialakítani, amíg nincs biztos szerződés egy komoly mennyiségű régészeti tanulmányra. Na most ez így összeállt, és ha jól emlékszem, ezekről a lépésekről körülbelül háromszor voltunk itt, egyszer egy civil fórum, kávébeszélgetés, aztán egy építészekkel való kapcsolatteremtés és egy konferencia keretén belül 18-ig, mondjuk így. Hát most az elmúlt két év arról szólt, hogy az a dokumentáció, ami végül is EU-s támogatást
kiérdemelt, azt naprakészen építkezési engedélyre is felvezessük. Hát nem kell mondjam, hogy akkor megint jönnek azok a macerák, hogy ennyi idő alatt, ameddig őrül a mindenféle intézményrendszer, lejár egy urbanisztikai értesítő, ha lejárt az urbanisztikai értesítő, előről kell kérni minden szakhatóságnak a jóváhagyását, mert hogy a jóváhagyásban be van írva egy urbanisztikai értesítőnek a száma. És ha az nem felel, akkor ez megint kizáró ok lehet a pénzeknek a nem elköltésére. Úgyhogy ezzel is már nagyjából túl vagyunk, nem mindig egyértelmű sajnos a különböző szakhatóságoknál az, hogy ez a néhány eszendő, ez nem írja fölül a szakmaiságot. Tehát gyakorlatilag egy bizottsági jóváhagyás egy bizonyos tervre, annak nincs elévülése, maximum abban az esetben, hogyha ne adj Isten közben nagyon komoly károk történtek volna a helyszínen, és egy statikai szakértő, vagy valaki azt mondja, hogy most már másképp néz ki ez a vár, mint ezelőtt 5 évvel. De hála Istennek, azon kívül, hogy potyog egy-két kő, óhatatlanul, a vár azért mégis használatban van, a csapadékvizek elfolynak, az iskola karbantartja azt a felületét, ami rászabott. Persze a gondokat már jeleztük, hogy körben az mindig egy nagy gond, hogyha több száz éven keresztül ez nem volt egy tisztázott felület, hogy hol a köz és hol a magán érdeknek a kapcsolódási része, de szerintem ez is egy olyan pályázatnál, mint itt udvarhelyen, ahol biztosítva van az a beavatkozás, amivel a külső felület, amit tulajdonképpen bizonytalanságot ad mindarra a sok területre, ha ott egy gyermeket kitesznek egy kis kocsiba, vagy bármiben, tehát itt automosódára ugye ráesik egy kő, akkor kifizeti, tehát hogy ez mind biztonságba kerül egy EU-s támogatással, szerintem egyértelművé válik, hogy azok a idéglenes épületek, vagy kapcsolódások, amikre egyébként is csak a tolerancia nevében volt egy naprakész együttélés, akkor ezt fölülírja egy komolyabb beruházás, és elindulunk egy olyan civilizáció irányában, ahol egyértelmű, hogy minden tulajdonosnak érdeke lesz egy olyan funkcióban gondolkodni, amit megenged majd egy újabb urbanisztikai terv, és ahol leszabályozza azt, hogy gyakorlatilag, ha itt már van egy emblematikus városképet képviselő központ, akkor itt egyértelműen olyan típusú funkciókat kéne kialakítani, amit a turista szívesen meglátogat. Nem kell elfelejtsük azt, hogy itt, ugye, ha csak körbejárja majd ezt az együttest, biztos sohajt egy sört, egy kávét, és erre nincs lehetőség bent egy iskolai területen. Tehát akkor elkezdődhet az a utcai séta, ami, hogyha beengedi a turistát ezekre a kis udvarokba, akkor miért ne lehetne az egyiknél egy jó cukrászda, kávézó, söröző, és adja magát egy adott pillanatban, erre van nemzetközi példa, hogy a városrehabilitálás az nem csak a közterületekről szól, hanem az adminisztrációnak olyan jövőképéről, aminek kapcsán a köz és a magánérdek együtt fog előre lépni, és gyakorlatilag, ha nyitva van itt a kávézó és itt a reggeliző, akkor ő fogja átengedni a kliens, mert akkor már nem csak egy bejárata lesz, vagy három bejárata napközben. Este nyilván mindenki a saját maga területét lezárja, de ez már feltételezi azt, hogy ez nem egy szemétudvar, vagy annak a vége, hanem ez egy nagyon értékes, rehabilitált felület, és aminek egy új kezdete lesz akkor, amikor ez a munkatelep befejeződik. Tehát ez egy bizonyos jövőkép számunkra, ami érdekes
és szerintem a városnak is fontos, hogy egy rom várból lesz végül is egy kilátótorony. Kérlek szépen néhány fotót róla. Miért lesz ez kilátótorony, miért nem lesz ez egy pontveszős visszaépítés, vagy miért nem lesz ez egy romtorony? Az, hogy miért nem lesz romtorony, az bizonyos fokig már eddig elhangzott, hogy a romtornyot hát lehet azt is promoválni itt vagy ott, csak hogy az csak viszi a pénzt, semmi szín alatt nem tudja az ember egy ilyen romosodó toronyba kiállítani a például a régészeti értékes kutatásokat, azoknak a történéseit, illetve az értékes köveket nem tudja lefedni valamivel. Na most ez a típusú kialakítása ennek a romnak, itt jól lehet látni ezt a nyomvonalat, a rom nyomvonalat. Ez a didaktikai csík egyébként, ami hát az is kiderül, hogy ez a torony vakolt torony volt, és a kutatásokból, és akkor ennek van egy hozzáépítése egy olyan szintig, ameddig vannak bizonyos jelek, hogy legalább olyan magas volt, amit nem tudunk biztosan, hogy hogyan ez a kóta szint, az eres szint, az hol lehetett. Tömegében a háztetőnek a tömege, az többnyire más ilyen típusú tornyoknak az összehasonlításával ezt mutatná. Az ablaksáv tulajdonképpen, ami elválasztja a visszaépített tömeget és a háztetőt, ennek számomra legalább két fontos üzenete van. Az egyik az, hogy őszinték akarunk lenni, hogy nincsen dokumentumunk arról, hogy hogy nézett ki ez egészen pontosan, és emiatt jelzésszerűen egy kortárs háztetőt kap, megvédjük 2021-ben a romokat. Második, ami szerintem urbanisztikailag nagyon fontos egy városban, hogy az ide látogató, a városlakó menjen föl egy olyan szintre, ahonnan szétnéz és rácsodálkozik a városra. Minden olyan helyen, Nagyszebenben voltam néhány eszendei, ahol ezek a tornyok, például a Városház tornya Nagyszebenben a 19. században kapta meg ezt a plusz szintet, nagy ablakokkal, hogy minden irányba rálássák a főtérre, és mondhatjuk, hogy az egyik legrendezettebb ötödik homlokzattal Nagyszebben rendelkezik, mert hogy azóta figyelik és őrzik azt, hogy minden háztetőnek ugyanolyan cserépházteteje legyen, milyen legyen a tömege, milyen legyen a magassága, és ha elmegyek Kolozsvárra, akkor már ott azt látom, hogy talán most fel fogunk menni a Szent Mihály templom tornyába, ha befejeződnek a rászánt 5 millió eurós támogatás, hogy a turista megnézze Kolozsvárnak az ötödik homlokzatát, és akkor azt fogjuk látni, hogy rengeteg a rozsdásvádó, akár egy másik tornyot is, ha megnyitnak, ugye az egy vártorony, az egy tervpályázatnak lett egy kortárs teteje, ez a tűzoltó torony, ha valakinek mond valami. A tűzoltó torony egy nyitott baldakint kap a háztetőn, tehát már nem is egy ilyen kortárs, hanem egy olyan kortárs, hogy egy egyenes, baldakinos, és akkor ott ez egy ilyen terasz hangulat, illetve egy üveg szintet kap, és rajta egy baldakint. Erre egy nemzetközi bizottság adta rá az áldását, jóváhagyását, megkapta a bukaresti műemlékesektől, és most folyik a kivitelezés, jövőre, ha kijön, az lesz Kolozsvárnak az első olyan vártornya, ami még megmaradt annak ide, anno, és amiben szintén lifttel fel lehet menni az utolsó szintre, és rátekinteni a városra. Remélem, hogy Kolozsváron is ez a torony fogja felhívni a figyelmet a város vezetésre, hogy ott rengeteg ilyen 1960-as, 50-es Széchenyi tér több házainak a szürke tetejét lehet látni. Tehát következésképpen jöhet az újragondolás az ötödik homlokzatnak. Az az érzésem, hogy itt nincsenek akkora gondok Udvarhelyen, Kolozsváron ezzel az ötödik homlokzattal, de biztos, hogy amikor ezt átadjuk és innen kinézünk,
akkor sok házra rámutathatunk, hogy talán megérdemelni az odafigyelést, hogy ennek az ötödik homlokzatnak legyen egy jobb kinézete. És ne felejtsük el, hogy itt is bele van álmodva a lift, mert hogy ez is egy kötelező európai finanszírozási pontja a pályázatnak, hogy függetlenül attól, hogy mozgássérült az a látogató vagy sem, tudjon eljutni minden szintre, és kapjuk meg minden kulturális információt a városról. Na most ez esetben itt van ugye az a nagy tátongó nyílás, és a történelmi stúdiumokból nagyon egyértelmű információk nem voltak erről se, hogy mi lehet, és akkor láttuk a homlokzaton valahol bezárjuk üveggel, illetve egy fa árnyékolóval, egyik részét bemegyünk, másik részen ott a lift, és az közlekedik, tulajdonképpen a bejárás most az udvar szinten van, ez az a bejárási szint, és akkor ami új, ugye itt most egy tátongó nagy luk van, e luk alatt itt lesz az első mennyezet, le lehet menni a lépcsőn, illetve a lifttel, egy alaksori, ehhez képest alaksori, ami földszinti része a városi utcáknak a szintjéhez képest, ugye? Tehát itt van az a ágyú lőrésekkel rendelkező szint, ahol gyakorlatilag még van neki egy komoly építmény sora, amit megjelöltünk, mint memento. Nem tudtuk megjelölni, mint beavatkozás, mert hogy gyakorlatilag ez az Atya Úristen a pályázat kiírásánál, amit a topográfus bejelölt. De az is egyértelmű, hogy legalább eddig a szintig statikailag teljes biztonságban kell legyen az újraálmodott torony, illetve erről a felületről, ami most magánterület, mert hogy még nincs rendezve a műemlék szempontjából a terület, azt amennyire lehet védjük meg természetes módon, ez a föld, az anyaföld védi meg a legjobban a régészeknek is a mindenféle erekjéi, és várjuk meg azt a momentumot, amikor tisztázódik jogilag ez a terület, és akkor hozzá kapcsolódhat ehhez az első szinthez. Nem titok, hogy akkor tulajdonképpen egy újabb bejárhatóságot is lehet kialakítani, akár az utca szintjéről, és az a lift természetesen állja a sarat, hogy innen is föl lehet menni a következő szintekre. Ez az a szint egyébként, ami a legkevésbé zavarta a WC kialakítását is, mert ki tudjuk vezetni a felújítandó új sétáló utcába a vezetékeket. Na most ez kielégíti a teljes, többszintes toronynak az igényét. Ha följebb megyünk, tehát ez az első szint, második, ez már a harmadik szintnél, jól lehet látni, hogy ahhoz, hogy érezhetőek legyenek a lőrések, legalább ennyi kiegészítésre van szükség. Természetesen, hogy ezekből gyököt lehet vonni, főképp belül. Tehát belül lehet romosabban hagyni, kívül meg jelzésszerűen van vakolva az, ami már úgy. De az fontos lenne, hogy az, aki erre a szintre eljut, érezze, hogy itt ugye a puskások tudtak rendesen lövöldözni ezeken a lőréseken. A lift és a lépcső megy tovább. Elérkezünk arra a szintre, ahol már a kilátó van körbe karikán. Ha erre nézek, akkor a várat látom, ha kifele, akkor a várost. És gyakorlatilag ez az a nagy felület, ahol a nagyobb találkozásokat is össze lehet hozni, illetve a tetőnek a magassága miatt még van egy plusz ilyen lelátó szint, ahova félre lehet vonulni egy kerekasztal beszélgetésre, ha kevesebben vagyunk. Most ezt metszetben is jól lehet követni, gyakorlatilag ez az a szint, ahol nem vagyunk az utca szintjénél, ez van ugye a leeresztett szint magasságába bejövünk, tehát itt van a belső udvarszint, ehhez van behangolva ez a bejárat. Utána látjuk ezeket a nem egyforma szintű tereket, de ahol gyakorlatilag, ha nyomon követjük, van egy új szerkezet.
Na most ez azért is volt nagyon fontos, mert a statikusok nem vállalták be azt a romos állatot át az épületnek, csak hogyha nagyon komoly betonozással és merevítéssel gyakorlatilag pont a valós értékeit tüntettük volna el egy romhalmaznak. Így meg a romot csak annyira egészítjük ki, hogy a csapóeső bírja, az önterhelés bírja, és mindaz, ami hasznos terhelés, az egy új fémszerkezeten egészen eddig a következő kis lelátóig kialakítható az új lépcsővel és a liftel. Tehát gyakorlatilag ez egy ház a házban, egy kortárs ház, egy régi fallal körülvett épület, ami azt jelezni, hogy 2021-ben a város ráfordította a figyelmét, és egy ilyen beavatkozással sóhajtja azt, hogy folytassa a városrehabilitálást történelmi épületekkel, illetve ezen a többszintes toronyban azzal a történelmi bemutatással, ahol a városnak a kialakulását elmesélheti. Tehát ez a legfontosabb része a várrehabilitálásának. Természetesen reméljük azt, hogy vele átellenben elég sok mindent fogunk megtudni, hogyha a bástya körüli hajdani bejáratok megássák. Na most azt sem titok, hogy ugye eljutottunk az újra engedélyeztetést, mint mondtam, bizonyos fokig formális meggondolásokból, bizonyos fokig részletező kialakításoknak a tükrében a bukaresti régészeti bizottság kérte, hogy ennek a résznek még studírozzuk azt a lehetőségét, hogy többet mutassunk be a várárokból, mint amit bemutatott az eddigi variánsunk. Itt lehet látni, amit felküldtünk most, hogy ahhoz képest, amit 1500 évvel pont Axisban az iskolára kinyitották ezt az utat, hoztuk ezt a, igen, és akkor ehhez az úthoz képest két várárkot próbáltunk kiásni, azzal a szomorúsággal, hogy ide, ha lemegyek, csak visszajöhetek, mert itt ugye utána kezdődnek a magánterületek, és ebben az árokban hát egy ennyi fért volna bele, mint szabad színpad, és ez egy ilyen idéglenő színpadnak a helyszíne, amit ha van egy fesztivál, akkor oda felhúznak, és fontos, ugye, hogyha esik az eső, akkor ne essen a zenészeknek a hangszereire, de gyakorlatilag ez egy ilyen szabadtéri színpad. Na most tényleg az van, hogyha ezt úgy játszoljuk el, hogy az Axisba elhelyezett utat arrébb hozzuk, és nem kell neki 7 méter szélesség, mert ez csak egy alkalmatosság négy kerekűnek, hogy beüsson vagy kiusson, akkor tényleg ezen a részen megnövelhetnénk a várároknak a helyszínét, és valahogy kiszabadulna, egyértelművé válna ez az amfiteátrum is, hogy a várárok fele ereszkedik, itt megjelenik a színpad, amikor kell, illetve ebben a sarokba a kutatásoknak megfelelően reméljük, hogy be tudjuk kapcsolni a sétálós megközelítését a hajdani rámpákon. És akkor tulajdonképpen ezt várjuk most Bukarestől, hogy bólítsanak rá. Most egyeztettünk itt is, és most együtt vagyunk ilyen szempontból, tehát sajnos ekkora az a terület, ahol valamilyen várárkot be tudunk mutatni. Számunkra ez az újragondolás abban is előnyös, hogy hangsúlyba teszi a várat, ezt a várfalat, és nem pedig azt az iskolát, aminek az értéke néhány száz évvel frissebb, és lelakta tulajdonképpen azzal az axiális gesztussal a várnak az organikus elemeit. Itt pedig egy kísérő eleme lesz, ha ráné arra is gondolunk, hogy ezt a homlokzatot
hát megemeljük most nagyon ott is, nagyon alacsonyak azok a várfarvészletek. Rengeteg egyéb részlet is még kialakulóban, pontosan a kutatások itt mutatják azt, hogy lehet, hogy a várfal itt egy 19. századi ráfalazás, de hát ezt mind be tudjuk mutatni akkor, hogyha egyrészt magát a várfalat tudjuk mutatni, mert nincs rajta a föld, és itt fönt pedig a régész pedig bemutathatja jó nyugodtan azt, hogy hány beavatkozással nőtt vagy szűkült a várnak a területe. Az is fontos, hogy ezeken a felületeken amennyire lehet a nyomokat arról a toronyról bemutassuk, és akkor adja magát mindegyik felület a különböző kulturális eseménynek. Ez a nagyterem, szabadtéri nagyterem ez esetben, mert már megvan a lelátó, és van egy csendes helyszín, ahol akusztikailag segíti ez a fal azt, hogy hallják, hogy mi történik. Ezek a kis termek természetesen, ahol vannak falak, de a régészektől függően lesz magasabb vagy alacsonyabb, de biztos, hogy jóval személyesebb helyszínek lesznek, mint egy várható. És arra is eljutottunk, arra a következtetésre, hogy lévén nagyon hosszadalmas volt ez a kifutási idő. Ugye már 2012-től, most már lassan 9. éve, és 23-ig be kell fejezni. Na most ne kérjük se a régészektől lehetetlen. Tehát gyakorlatilag az lenne az érdekes, hogyha azt a helyszínt, amit most sikerül egy komoly nekirugaszkodással feltárni, azt be is tudjuk mutatni. A többi helyszínen pedig csak annyira megyünk le, ameddig nem okozunk kárt, és előkészítjük azokat a lehetőségeket, ahogy a polgármester is mondta, hogy a jövőben igen, ott még lehet kutatni, azt a következő bástyát is be lehet mutatni. Körülbelül ez a tervnek a lényege számunkra, és úgy éreztem, hogy az eddigi bemutatások során nagyjából a város lakónak is nem voltak különösebb más gondolatai, mondjuk így. Mondjuk nincs is nagyon sok variánsa ennek a helyszínnek. Az lenne jó, ha tényleg elindul egy úton, és akkor az már hozza magával a következő lépéseket, és minél érdekesebben és szakszerűbben be lesznek mutatva azok a régészeti történelmi nyomok, amik most aszfalt alatt vannak, amik most gyakorlatilag a fű alatt van, az még nem meggyőző. Amit szeretnék észrevételem, nagyon szép a terv, nagyon szimpatikus, hát ez így rendben van, modern, ez is rendben van, egy kicsit úgy érzem, hogy a vár háttérbe szólt. És akkor mondok egy pár példát, hát ha ezzel kicsit segítem a dolgot. Most kezdjük legelőször itten a színpaddal, tehát a várnak az egyik leglátványosabb része lenne a kapu és a bejárat, ami már ásatáson is kiderült, hogy igenis rendben van, látványos. Az, amit mostanában nem láttak, de én 40 évvel ezelőtt láttam, hogy itt a rajzokhoz képest egy fal van mutatva, de nem egy fal van, hanem dupla kapu volt, és azon kívül még van egy harmadik kapu. Tehát pont az a rész egy kicsit nem látom eléggé. Nem is lehet, mert nem volt kiásva rendesen. Egyik része sajnos az a 40-valahány évvel ezelőtti ásatásnak a dokumentációja nem maradt fenn. Tehát én azt csak emlékből tudom elmondani, de az a Sófalvi Andrásék által végzett ásatás is azt igazolja, azt a részt, és az övék még többeket előzhet. Tehát egy nagyon izgalmas rész, úgy veszem észre, hogy nincs eléggé kihangsúly az egyik. Másik, a színpad, az viszont talán kicsit túl sokat takar. Tehát pont az a látványos része a várnak, az, ami takarásba kerül. Aminek örvendek, hogy a úgymond legjobban lerombolt bástyának is a falai megvannak rajzolva, tehát szándék van, hogy elő
hozódjon. Tehát akár egy fél méter szintjéig is az ásatás megtörtént, érdemes lenne azt valamilyen szinten megjeleníteni. És akkor marad a hajdubástya. Amit én személyesen nekem a hajdubástya megoldásában nem tetszik, maga a vécé, az alsó szinten. Mert elfogadja az egyik ágyú kamrát. Tehát én, ha már tényleg a földszintre akarják tenni a vécét, akkor tegyék inkább középre. És hagyják meg a három ágyú kamrát, a bástyának az az egyik jellemző. Hogy miért mondom ezt? Mert nem az én véleményem, hanem szakmai vélemény szerint ezelőtt 20-akárhány évvel tartott konferencián hívták fel a figyelmünket, hogy a hajdubástya az egy olyan ritkaság, ami Közép-Kelet-Európában nem sok van, mert pont egy olyan periódusban épült, amikor egy ilyen átmeneti zóna volt, tehát a régi hagyományos, mondjuk úgy inkább az íjászatra hagyományozott magas falak helyett következett az ágyúzásnak a korszaka, és ez az átmeneti periódus, ez másképpen a vára is valószínű sok helyen felfigyelhető ez a dolog, az átépítések is ennek köszönhető. Na most ezt egy kicsit jobban értékbe kellene helyezni. És nagyon sajnálnám, hogy azok pont az ágyú üregek, azok pont abból az egyik elveszem azért, mert tehát én a WC-t inkább betenném középre, ahol úgy se tudunk semmit, hogy mi volt. Nem volt semmi, valószínű raktárot, ott tartották az ágyú golyókat, meg mit tudom én, mik lőpót esetleg. Tehát itt egy olyan rajzot láttunk, ami egyrészt egy leírott rész és egy lerajzolt rész. A lerajzolt rész az, amiről vannak konkrét adataink, a többi az csak jelölés, tehát ez konkrét, hogy itt már tudjuk, hogy mi van régészetileg, itt be van jelölve a bejárási lehetőség, hogy van az, amit nem tudunk, az akkor lesz, amikor az teljes mértékben feltárul. És erről is beszélgettünk, hogy jó lenne, hogy akkor ezt 100%-osan vagy 98%-osan ismerjük meg, és akkor nyilván, hogy erre hangolódik fel a részletterv, hogy ennek az építészeti bejárását biztosítsuk. Tehát ez benne van a teljes leírásban, benne van a költségvetésnek a leírásában is. Nem tudtuk ezt építészetileg megformálni, akkor hazudunk, mert hogy gyakorlatilag nem tudjuk a nyomvonalát annak a rámpának, ami feljön. Nagyon szeretnénk, mert hogy egyértelmű, hogy ez adná meg a sajátosságát. Sőt, még arra is van remény, hogy itt még többszintes bástya szerkezetet is találjunk, tehát ott azért még vannak lőrések is abban a bástyában. Na most a színpad az egyértelműen, hogy egy jel, tehát gyakorlatilag az a színpad nincs ott egyértelműen októbertől egészen májusig biztos, és utána is csak akkor kéne ott legyen, amikor van rá szükség, mert hogy az lenne a plánia, hogy a várfalat lássam, és magát a várfalra hívjam fel a figyelmet. El van húzva, ugye, mert hogy kivilágításban is majd az, akkor talán az is, még akkor is, ha ott van, akkor majd fog látszani, hogy ott mögötte van a fal. De ez egy idéglenes játszótér, ha úgy tetszik, illetve egy állandó lehetőség akkor, amikor nem teszek konkrét építményt oda, hanem egyszerűen van rálátásom amiatt, mert hogy amfiteátrumos a várárok, és akkor ez megoldja a problémát. Na most az, hogy az az első szint hogy alakul, igen, tehát egy szükséges rossz ez a vécés díj, ez határozottan minden műemlékben egy állandó rossz pontja a műemlékvédelemnek, és egy állandóan keresett helyszíne a turistának. Biztos, hogy ott lehetett a lőpor raktár, nem? Mert ha valahonnan kellett osztogatni a muníciót. Na most a másik
egyértelmű, hogy akkor lenne ez pompás, amikor ez elkészül, csapkumpak. És akkor tudjuk azt, hogy ezek is hogyan, ugye tudjuk, hogy folytatódnak. Olyan nagyon sok helyünk nincs azért a vár a különböző szinteken, hogy annyira nagy stílőek legyünk, de minden lehetséges. Tehát végül is ez is egy olyan dolog, hogyha ott folyamatosan elkezdődik egy kutogatás, akkor gyakorlatilag azt is. Na most itt azért próbáltuk, ha más nem, abba a részbe, ahol amennyi információ volt, legalább a lőrést azt meghagyni, de ez is akkor derül ki konkrétan, amikor le tudsz jutni, el tudod seperni, és elkezdődik a konkrét hozzáférési lehetőség. Nem ezzel kezdjük, tehát nem ezekkel a közfalakkal kezdjük a munkát egyértelműen, és ha az egy olyan meggyőző, most persze az is van, hogy amikor nem egyedi, hanem három darab van belőle, akkor még ilyenkor tulajdonképpen ezért kapta meg a jóváhagyást is, hogy egyet feláldozott. Nem építem be, bemehetek, megnézhetem, megsimogathatom, nem lesz becsempészve azok a felületek, ami kőfelületek, tehát azokat kéne érzékelhetővé tenni. Igen, tehát egy jogos elvárás, hogy a WC az, ha lehet, minél inkább legyen, de ne látszódjon. Na most sajnos, ha ide teszem, azt éppen nem mondhatom, hogy láthatatlan a lőporraktár közepén. Tehát hogy egy szükséges probléma. Akkor lett volna fantasztikus dolog, hogyha ebben nem kell semmiféle WC-t beletenni, mert hogy az iskola az egy óriási múzeum és kultúrközpont, és abban annyi WC van, amennyi kell. De ez a két dolog, ez nem kompatibilis ebben a tervben. Úgyhogy még abban is el lehet gondolkodni, hogy ez egy úgy legyen kialakítva, hogy mint egy idéglenes WC, addig, ameddig jobbat nem tudunk. Tehát, hogy tényleg ne az legyen, hogy ez egy bombabiztos vasbeton mellékhelyiség, hanem ez egy szükséges rossz, amit ki lehet váltani időben. Egyes János vagyok. Én csatlakozom Kolumbán úrnak a megjegyzéseihez, tehát a java részét én is fönntartom, és helyénvalónak tartom az észrevételeit, hogyha az a bizonyos színpad az mobil jellegű, akkor úgy el tudom fogadni. Én visszatérnek én is a hajdúvástáros, én is még Ferenc Istvánnal együtt dolgoztam az egyik első feltáráson, 80-as években. Én dokumentáltam grafikailag az ő eredményeit, és abból az időből ismerem, akkor rajzoltam volt meg először ezt az ágyútornyot, ami nekem azóta is szívügyem. Tehát én ezt még egyszer ráerősítenék, hogy Erdély szinten, talán Fogarasban van még, talán a Tomori bástya, ha jól emlékszem, ami ehhez hasonló, ez ágyútorony, ez átmenetet képez a régi védőtornyok és a későbbi bástyák, olasz bástyák, füles bástyák között. Azért ilyen vastag a falai, ágyú és mindenképpen nagyobb kaliberű tűzfegyverek elhelyezésre volt alkalmas. Ezt az épületet bántani udvarhelyen, akkor, amikor tudjuk, hogy udvarhelynek a föld felszínén lévő emlékei közül alig találunk késő középkori elemeket, ezt én bűnnek tartom. Bűnnek tartanék mit elsősorban? Bűnnek tartanám azt az üveg, bocsánat, kalitkát a tetején, azt a kilátót. Egyrészt, azt tudja mindenki, hogy ez a vár egy gödörben van. Nem véletlen, mert már abban az időszakban épült, amikor nem magasra törekedtek, hanem minél inkább le a földszint, a föld szintje, én nem sokkal följebb, mert annál kevesebb kárt tett az ágyú lövedék a falakban.
Ennek a tetejére fölmenni és körülnézni nem különösen nagy élmény, annál sokkal nagyobb élmény, ha fölmegyünk a Szent Miklós hegyre és körülnézünk. Tehát én most, ha azt mondom, hogy mondjunk le arról az üveges részről, építsük vissza valóban úgy, ahogy mondta, van az a bizonyos vonal azon picit fölött, tehát az elképzelhető régi magaság, és felejtsük el azt az üvegfalas kilátót, nagyon-nagyon sokat ront és nagyon sokat levon a bástyának a jellegéből. A bástyának a jellegét megőrizni én nagyon fontosnak tartom. Tehát azt javasol, én tehát nem plusz költséget, hanem mínusz költséget javasolnék, ha csak egy mód van rá, én arról mindenképpen lemondanék, nekem nagyon-nagyon nem tetszik. Úgy egyébként, megértettem, hogy a többi, itt egy csomó minden ezen kívül függőben van, mert ugye tudjuk azt, hogy kazamaták vannak a Telegdi bástyában, akár talán a Bánfi bástyában is, nem tudom András, de a Füles bástyában kazamaták vannak. Na most kazamaták, most tud nekem valaki mutatni a Székelyföldön? Mert én nem tudok róla, én a Székelyföldet erődítmények szempontjából ismerem, nincs. Tehát vigyázzunk nagyon, hogy olyasmit ne tegyünk tönkre, ami egyedi és amivel még büszkélkedhetünk. Csíkszeredának ott van a Mikóvár, egy nagyon szép, gyönyörű kastély, persze várkastély. De ez építészetileg azokkal a többféle megoldásával, hogy itt van bástya, ágyútorony, tulajdonképpen a Fóris bástya is nagy valószínűséggel egy ilyen ágyútorony volt. Ez a várépítészetnek egy nagyon érdekes átmeneti korát mutatja, hogy ebből minél többet kell megmutassuk. Tehát én nem plusz költséget kérek, hanem mondjunk le egy üveges felső részről, nem látom én annak értelmét. Tavaly kezdeném, hogy 94-95-ben volt egy tanácshatározat, ami kimondta, hogy a vár körül 100 méteres körzetbe építeni nem lehet. Sajnos az évek során nem egy, nem kettő, nem három engedély adódott ki, és a várhoz nagyon közel új épületek létesültek. Most ha megnézzük a nyugati bástya alatt, most megszűnt a Jakab Konfex, van két vagy három ilyen fedett pléből összetákolt valami, amit el kéne tüntetni annak, mert gondolom, hogy építési engedélyük nincs. Úgy szintén a Jakab Konfex tulajdonában létező volt Péter család házánál, van két új garázs építve, amit szintén most építettek. Nem tudom arra kiadott engedélyt, hogy adták ki az engedélyt, hogy a várfaltól 5-10 méterre új épületet létesítsenek. Mert az volna a lényeg, hogy a vár körül, a várfal körül megtisztítjuk a helyet. Na most a telekkönyvezésről beszélve, az egész vár telekkönyvezése kicsit el volt sietve. Majd ha úgy kezdték volna, hogy a környező magántulajdonban levő telkeket fölmérjük, telekkönyvvel összehasonlítjuk, az Attila utca felüli várfalnál biztos, hogy egy bizonyos sáv a várhoz maradna. Majd ha összehasonlítjuk, mekkorát használ a tulajdonos, mennyi van neki telekkönyvön, ott biztos, hogy plusz terület van. Ez el volt sietve, plusz a várnak, a hajdubástyának a peremén kívül körbe, még Zepecáner idejében részt vettem én is egy ásatáson, van egy ilyen 4-5 méteres fal, maradvány, ami egy előbbi erődítménynek a része. Ez sajnos nincs feltüntetve a kataszteri térképen, ami nagy hiba, mert az nem magántulajdon, az a várhoz tartozik. Aki ismer és megjárta körbe magát a hajdubástyán, látszik, hogy a maga a teleknél magasabb egy olyan 2 méterre, tehát az a várnak a részét képezi, mivel egy régebbi várnak a maradványára volt ráépítve a bástya. Még amit úgy szintén az épület, a egyetlen szép rálátás a várra az Ötvös Loránd utca felől volt, amelyik végig az a tér szabadon volt. Oda is kiadódott egy engedély, építettek egy üzletházat, ami teljesen a várnak a ráláthatóságát eltakarja. Ez se szabadott volna azt a létesítményt meg sem, látszik az a piros tetejű épület. Ez se szabadott volna megvalósítani és egyáltalán engedélyezni, hogy oda építsenek egy ilyen épületet.
mert egyetlen utca, ahonnan a város gyönyörű rálátású. Na most, hogyha visszatérünk az épületekhez, itt a régi épületeket esetleg még bárhol jártunk az Európában vagy a világon, a várhoz ragasztott régi épületeket rehabilitálták, és oda akár milyen turisztikai létesítményt. Na most a város ezen azon kéne gondolkodjon, hogy ezeket a telkeket, mert vannak olyan házak, amelyikben nem lakik senki. Ezeket meg kéne vegye a város, hogy lehessen oda létesíteni egy ilyen bizonyos, ahogy az úr is elmondta, kávézót, vagy akármilyen létesítményt. Mert az a várnak, az csak emelné a hangulatát. Úgy szintén hátul, amelyik várfalról beszéltem, az Attila utca felől, ott, hogyha megnyit a Kornis utca felől, és volna lehetőség, akkor oda lehetne egy szép sétán csinálni, egy parkosított részt. Mert én azt mondom, hogy azon a részen, azon az északi oldalon, ott a tulajdonosok többet használnak, mint amennyi van nekik telekönyvben, tehát a várhoz tartoznak bizonyos várfejek részt. Ezt persze a mérésekkel le kéne ellenőrizni, de én úgy gondolom, hogy ez megvalósítható lenne. És nem szabadon annyira elsietni a várnak a telekönyvezését, mert csak az, hogy felmérjük csak a külső falak, és azt mondjuk, ez tartozik a várhoz, ez nem volt helyes lépés. Már csak az is, hogy a Hajdúbástyának a pereménél még létezik egy 3-4 méteres sáv, ami a várhoz tartozik. Ugyanakkor ott el volt képzelve, annak idején, mert 20 évet dolgoztam a polgármester hivatalnál, hogy a Hajdúbástyának pontosan az a része, az Ötvös Loránd és az Attila utcában volt egy ilyen kerek sáv, hogy oda a bástya alá, oda lesz egy szabadtéri színpad, ami pontosan a padokat is meg lehet tudni helyezni, mert ott egy ilyen féltörcséles rész volt. Na most ott is le lehetne ellenőrizni, mert én szerintem ott is a tulajdonosok nagyobbat használnak, mint amekkora van nekik telekkönyvileg. Tehát, hogyha nekik telekkönyvileg, mit tudom, van most 280 négyzetméter, használ 310-et, azt a 280-tól a 310-ig vissza lehetne a várnak a tulajdonába adni, mert tulajdonképpen ez a várhoz tartozik. Jó napot kívánok, Berzenyre vagyok. Üdvözlöm Önöket, kétfajta minőségemben vagyok itt. Attila utcai lakós és mint szobrászművész. És lenne néhány észrevételem a tervvel kapcsolatosan, hogyha az építész úr megengedi. Az első gondolatom az volt, amikor végighallgattam, hogy azért mégis hosszú távon kéne gondolkodnunk, és nem szabad eltekintenünk attól, hogy egy markáns iskola épület van a várban, igaz, hogy nem tartalmazza a pályázat részét. Személyes véleményem az, hogy az újonnan tervezett keskeny bejárat eltekint attól az ünnepélyességtől, attól a centrális elhelyezéstől, amit ugye követett a tervező, amikor az iskolát szintén behelyezte az épületbe. Tehát, hogy egyfajta visszalépést látok ilyen tekintetben, mégiscsak egy vár, mégiscsak egy monarchiabeli épülettől van szó, és kap egy ilyen melléksávot, amiatt, hogy egy nyári színpadi tér nagyobb felületet kaphasson. Vajon megéri ezt a kompromisszumot megkötni? Tehát, hogy ez lenne az egyik kérdésem és feltevésem. A másik vonatkozás a Hajdúbástya tornyával kapcsolatosan. Megvallom őszintén, hogy azért örültem a tervnek, mert sokkal üvegesebb tetőre gondoltam a szóbeszédek alapján. Ez szerencsére nem így van, de viszont még mindig fokoznám ezt a látványt, ezt az érzést. Itt egy sommázó, nyers, nagyon primőr gesztusokat idéző és sugalló építménynek a rongyait látjuk. Nem túl sok tényleg ez az üveg kilátós kérdés ahhoz képest, hogy milyen látványt kapunk és hogy milyen magasságról tudunk kilátni. Ezt megint kérdőjelként. Tehát ez a középkori, nagyon, nagyon tényleg nyers, úgy ismételjem magamat, ez a primőr kőépítmény, ez a vakolással, az üvegtetővel, a high-tech dolgokkal vajon nem. Nyilván követel bizonyos dolgokat a pályázat, de
ezt még én úgy érzem, hogy lehetne egy kicsit csiszolgatni, ha megengedi ezt a véleményt. Illetve talán itt Kolumbán úr a WC helyiségek pozícióját a középső szintet gondolta, nem hogy középre az alsó szinten, hanem talán egy semlegesebb szintre helyezni, ami szintén nem akkora áldozatot igényel. Még egy harmadik gondolat az előttem lévő felszólalóhoz kapcsolódik. A szüleim telke az Attila utcáról 17-es számú házszám ráfut a várfalra, és nem használunk több területet, és nem használnak a szüleim több területet, mint amennyire adót fizettek az elmúlt 30-40 évben, és telekönyvileg is lefedi a dolgokat teljes mértékben, amit használunk, és ami a dokumentációban van. Úgyhogy köszönöm szépen! Én fogok reagálni az engem vagy minket érintő kérdésekre és felvetésekre. Az építészeti aspektussal kapcsolatos kérdéseket meghagyom a tervező úrnak. Úgyhogy sorrendben elindulva a Gyöngyösi úr felvetéseire, én akkor nem is reagálnék, mert ezt meghagyom Gutmann úrnak. Viszont a következő felszólaló által megfogalmazott dolgokra igen. Van nagyon sok minden, ami a múltban el lett rontva. Ezt tudjuk mi is, folyamatosan kerülnek elő a csontvázak a szekrényben, ahogy mondani szokták, viszont sokszorosan úgy döntöttünk a kollégáimmal a közelmúltban, hogy nem azt keressük meg, hogy ki és miben volt a hibás, hanem megpróbálunk arra koncentrálni, hogy hogyan lehet ezeket a hibákat ugye hárítani, kijavítani. Ugyan, mivel a projekt konkrétan nem érinti ezeket a kérdéseket, és nem kerül bővebben szó ezekről a témákról, tudniuk kell, hogy folyamatosan dolgozunk azon, hogy megteremtsük a várfal külső perimetriáján azokat a lehetőségeket, amik itt felmerültek a hozzászólásokon. Úgy, ahogy Szabó Sámuel kollégám is elmondta, vannak tervek, egyértelmű az, hogy keressük azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehet azokat a területeket, amik a jövőben hasznosíthatóak lehetnek, akár turisztikai, akár más városi szempontokból megszerezni a városnak. Aki tisztában van ezekkel a folyamatokkal, tudja, hogy egyes egyáltalán nem olyan egyszerű dolog egy ingatlan megvásárolni, akkor sem, hogyha egy ilyen fontos objektum mellett van és városi vagy közérdeket képvisel. Dolgozunk folyamatosan ezen, kiemelten az Attila utcai ingatlanok esetében, ugyanakkor a Tó utcai ingatlanok esetében is. 2015-től folynak egyeztetések, legalábbis én, amit tudok, én körülbelül 8 éve foglalkozom a városban ezekkel a témákkal különböző formákban. 2015-ben kezdtünk el kommunikálni az emberekkel, az én tudomásom szerint ebben a konkrét témában, úgy, ahogy az Attila utca ingatlanok végében hasznosítható felülettel kapcsolatban végigjártuk, az összes tulajdonos megkérdeztük, hogy esetleg volna-e szándéka valamilyen turizmussal összeköthető aktivitásban gondolkozni a jövőben, abban az esetben, ha és sok a feltételes mód, lehetne egy átjárhatóságot biztosítani a Kornis-Ferenc és a Tó utca között. Ezt csak egy példaként mondtam. 2019 második felében jártuk végig a kollégámmal a Tó utcai ingatlanokat, ahol arról beszélgettünk a tulajdonosokkal, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre a várfal felszabadítására. Egyértelműen felújítási szempontból. Igazat adok a felszólalnak abban, hogy sok olyan ingatlan épült a múltban, aminek nem kellett volna, vagy nem lett volna szabad a vár szempontjából felépülni. Sajnos ezzel most már nem tudunk mit kezdeni, viszont itt egyeztetve mellettem ülő főépítésszel, visszagondolva az elmúlt 15 évben biztosan nem adtunk új házra építkezési engedélyt. A másik kérdés, hogy miért nem készül el egy olyan tanácshatározat, ami tiltja az építkezéseket. Erre könnyű a válaszom azért, mert sajnos ilyen tanácshatározattal nem tudunk építési tilalmat biztosítani egy bizonyos zónára. Viszont erre is van már elképzelés és eszköz. Folyamatban van a város védett központi övezetének a zónás rendezési terv elkészítésére való kiírás, de Szabó igazgató javítson ki, hogyha másképp van, de én határozottan úgy tudom, hogy így van.
ami konkrétan rendezni fogja ezt a részt is, és bizonyos építési tilalmat, ugyanakkor egy szigorú szabályozást fog majd előirányozni. Reméljük, hogy a közeljövőben ez meg is tud valósulni, és alkalmazni tudjuk ezeket a már szigorú, és a jövő tekintetében sokkal érhetőbb és hosszú távon fenntartható szabályozásokat. Megpróbáljuk maximálisan figyelembe venni mindazt a régészeti értéket, történelmi értéket, ami van. Tulajdonképpen így volt bemutatva a tervünk is. Gyakorlatilag egy középkori vár, csak ugyan nagyon sok lépcsős kialakításáról van szó, de amiről végeredményében egy toronynak a visszaálmodása nem hozza a középkori képet semmi szín alatt. Tehát ilyen szempontból ez most a városnak lesz egy tornya. Ez lenne az a válasz, amikor összevetve ezzel a bejárattal, amit annak idején megtartottunk, mint egy adott bejáratot, de most így beszélgetve akár azt is mondhatjuk, hogy Meissner Károly, aki megálmodja ezt a klasszicista épületet annak idején, hát nem kellett még műemlékes jóváhagyásra szert tegyen, és meg tudta azt tenni, amit Gyulafehérváron az ortodox katedrális a két világháború között. Tehát egyszerűen berobbantani a várárokba, feltölteni, axiálisan megközelíteni egy katedrálist, függetlenül, hogy hogy néz ki a vár. Gyulafehérváron sincs ott semmi axis, történetiségében itt sincs, csak kialakította és lelakta, lelakja gyakorlatilag egy középkori várnak az organikus szerkezetét. Erre már nem tudunk most nagyon kritikusan hozzáállni, maximum ennyivel, amennyivel mi most esetleg a várnak a várárkát hoznánk előtérbe és a várfalat, hogy egy bizonyos fokig kilendítsük ezt a merev axialitást, és megfordítgassuk, vagy áthelyezzük a hangsúlyt a várra, ami a helyszín, és aztán benne van egy iskola. Nyilván, hogy senki nem abban gondolkodik most, hogy milyen jó lenne az iskola helyett visszaépíteni mindazt, amit lebontott az iskola. Tehát gyakorlatilag egy folyamatos urbanisztikai átformálódásnak a képlete, ha úgy tetszik ez a torony megfogalmazás. Úgy, ahogy 100 évvel ezelőtt egy ilyen bombasztikus nagy épületet be lehetett tenni egy ilyen kicsi várba, így egy kis tornyot egy kicsit úgy meglevegőztettük így időzőjelben, próbálva téve a szakmaiságot. Tehát gyakorlatilag nehezen hajlanak az egy az egyes visszaépítésre, olyankor, amikor erre csak modellek állnak rendelkezésre, és még egyszer csak egy helyszínen, anélkül, hogy magát a várnak a középkori, tehát nem egy olyan típusú visszaálmodásról lett volna szó, ami egy középkori várat úgy meg tud mutatni, amiben nem történt egyéb a történelem folyamán. Tehát gyakorlatilag ezért hoztam fel példaként egy jóval elrugaszkodottabb kortárs beavatkozását Kolozsvárnak a tűzoltó toronnyal, ahol nemzetközi pályatervként hát a legelvetettebb. De biztos, hogy nagyon érdekes lesz, aki Kolozsvárra jön. Annak ellenére, hogy ez az egy tornya maradt meg úgy igazán bejárható, tehát ilyen szempontból nagyon rokon ezzel a felállással, és megpróbálja azt maximálisan kihasználni a kortárs építészet nyelvezetében is. Annak tulajdonképpen arról is szól, hogy a történelem vonalai, tehát így volt megfogalmazva, középkor barokk, és a 80-as években kapott egy üvegpiramis. És a pályázaton nagyon sokan az üvegpiramissal jöttek, kivéve ezt, aki a pályanyertes, hogy egy üveg emeletet és egy lelátó baldakint tett rá. És a baldakinnak az alsó része tökben tükrözi a városképet. Ki fogja azt állandóan karbantartani, ez egy másik feladat. Tehát úgy érezzük, hogy nem mentünk el a nagyon messze. Jelzésként úgy érezzük, hogy
építészetileg, urbanisztikailag megállja a helyét. Lévén, hogy ezt többszörösen elvittük Bukarestbe és rábólítottak, most nem merem kritizálni a gondolataikat, de egyértelmű, hogy itt is jól látszik az, hogy ezen a téren sikerül a városnak előrelépni, akkor miért ne? Ott lehetne az a kávézó, az a WC, minden túl a tornyon, de egy szinten az utcával, és akkor van egy direkt bejárata. Tehát úgy kezelném ezt a WC-t továbbra is, mint egy átmeneti állapotot, és nem mint egy véglegeset, mert hogy ez az első lépés. Körülbelül ennyit. Köszönöm. Hitelezés oldaláról közelíteném meg több véleménye hangzott terve kapcsolatosan. Azt kell tudni, hogy az a terv a végigműnpárt ellenőrzésen jóváhagyásokon, ezen már változtatni, ahogy úgy van, úr jobban tudja ezt, hogy nagyon nehezen lehet. Tehát ez már a vége fele jár, ingerézésekkel, vélemények, amik elhangzottak, azok biztos, hogy reálisak, de ezeket megváltoztatni nem biztos. Tehát ha visszagondolunk arra, hogy az öt alatti gátat tervezték 6 hónapig, kivitelezték 12 évet, az egy abszurd dolog volt. Ezt már régóta tervezik, biztos, hogy nagyon mélyen belemerültek a tervezők, és jó munkát végeztek. A kivitelezések kapcsolatosan szeretném megjegyezni, hogy ez a bizonyos 2013-as év, ez kicsit szűkös. Tehát kivitelezés alatt, és a gyakorlat azt mutatja, hogy az bizonyítja, hogy rengeteg olyan problémával fogunk találkozni, ami tervezési szinten nem lehetett megállapítani. Ez egy nagy munka, lehet az is, hogy országszinten egyedi jellegű, nem lehet összehasonlítani a templomokkal, vagy nem lehet összehasonlítani más építményekkel, ez egy egyedi dolog. És több mint bizonyos, hogy a kivitelezés alatt az a bizonyos megengedett 20-25%, amit a törvény biztosít, hogy bele lehet-e férni, vagy nem, ez egy kérdőjel. A másik az is, hogy ez a határidő, most itt vagyunk május közepén, ennek a kiírása több mint bizonyos még elhúzódik az, hogy pályázat legyen belőle, ezt biztos a közbeszerzési iroda jobban tudja, de reálisan a munkálatot megkezdeni, úgy látom, kivitelezőt találni, az valahol augusztus környéke lesz. Másik nagy gond az, hogy ebben az időben már azok a cégek, akik ezekkel a szakemberrel rendelkeznek, azok valamire már alatták a bőrüket. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak úgy valahonnan előveszem a kivitelezőt, és tessék dolgozni. Nem éppen így történik. Ez speciális, tehát jól képzett szakemberek, régészetben jártas szakemberek kellenek, és még a másik gondolat az, hogy nagy a régészeti munka benne. Hát most meg kellene százalékban, meg kellene satszolni, azt mondanám, hogy nem ismerem részletibe, de biztos, hogy 20-25%-ot felvesz. A régészeti munka az, hogy leállítsa a többi kivitelezést, azt se tudom. De azt tudom, hogy téli időjárásban nem igazán engedélyezett bizonyos munkálatoknak a kivitelezése. Tehát ha hónapokat összeadjuk, ebből az évből van valamennyi jövő év, 2013-as évnek hónapjai, úgy érzem, hogy elég szűkös a kivitelezés. Kicsit át kéne jobban gondolni, és minél hamarabb pályázatra tenni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, szeretettel vagyok Bőle Zoltán, előkészes tanácsos vagyok. Ugye itt a vállal kapcsolatban a jövőnek már elhangzott, hogy a vállat csak magában kezelni nem elég. A környezetet is jövő pályázatosan kell kezelni. A pályázat az lehetőséget ad a vállalnak a felújítására, a vállalnak a felújítására, de a polgármesterhivatal önrészből és merőből a vár körüli területeket, azt talán is az ő feladat, hogy ezeket kezelje. Az eredmény szankció, és többek közünk van, hogy a kollégánk régóta ezt hangsúlyozza, hogy a vár körüli területeket, ingatlanokat fel kell vásárolni. Ugye most hallottuk, hogy vannak olyan ingatlanok, amik nincsenek használatban és eladó sorban vannak. Ezeket sajnos még mindig nem történtek meg, akkor, amikor lassan már kap a vágásra kerülne a dolog, és a körbejárhatósága még mindig kérdéses. Hallottuk, hogy 2015 óta folynak az egyeztetések a tulajdonosokkal, a vállalkozói tulajdonosokkal, de nem tudjuk, hogy az egyeztetések mi az eredménye.
Szerintem köszöntöm mindenki, Csosnami Fekete Tamás történész vagyok, és nagyon-nagyon rövid leszek. És csak annyit szeretnék mondani, hogy itt a közelben, nemrégen barátainkkal kirándultunk a nagyajtai erőtemplomba, ami 80%-os készültségi állapotban van, tehát nem sokára teljesen megújul. Sajnálom szívesítem meg Gutman úrnak is, hogy ott van olyan kivitelezés, WC-ket tekintve is, meg egyebeket tekintve is, amit aztán könnyebb elbontani, hiszen faszerkezettel oldották meg, és ha azt mondom, hogy van egy szép várunk, fogjunk össze, és itt a közelben van az a másik erőtemplom, van egy minta, igenis lehet hozzányúlni azokhoz a mintákhoz, amik megvalósultak. Köszönöm szépen! Nyilvánvalóan én is ott voltam, hogy látszik, talán az a telekönyvezés nem volt minden esetben a legszerencsesebb. De azt kell mondani, hogy ha az nincsen meg, akkor nem vagyunk itt, és nem azon vitatkozunk, hogy hova teszünk azt az 5 millió eurót. Tehát mindenféleképpen egy folyamatot kell nézni a maga nemében, és azt kell nézni, hogy lehetett volna biztosan jobban csinálni, de ha nem csináljuk egyáltalán, akkor nem vagyunk sehol. Így vagyunk az a kivitelezéssel is. Azt kell nézni, és ebből a szempontból visszatérek megint oda, hogy mit vállaltunk ezzel a pályázattal. Ki volt vetítve lényegben? Tehát a lényeg az, hogy egy funkcionális, és ezt visszatérek erre a dologra, hogy önmagában a támogatások egy funkcionális objektumra vonatkoznak. Tehát igen, fel kell vállalni egy funkcionális objektumot. Ez azt jelenti, hogy mindenféleképpen hangsúly kell legyen a funkcionalitáson, a zárt tér, amit meg kell valósítani, az egyértelműen a bástya. Ha jól látták önök, és a másik három, gyakorlatilag három helyszín, négy helyszín, a szabadtéri színpad meg a három bástya, az szabadtéri helyiség. Tehát nincsenek olyan jellegű megkötéseink a megvalósításban, mint az zárt térben. Tehát meg tudjuk időfüggvényében, régészeti ásatások függvényében el tudjuk dönteni azt, amiről szó volt, hogy igen, mélyebbre ásunk, többet bemutatunk, vagy egyszerűen konzerváljuk a föld alatt azt, ami van, és reméljük azt, hogy utána jön egy-két generáció, aki több pénzzel, több idővel fog rendelkezni, és feltárja azt, amire nekünk nem volt lehetőség. Tehát ennek a két évnek a két és fél évnek a munkája főképpen egy ilyen mérlegelés, egy egyensúly keresés lesz, hogy mit tudunk, tehát mit lehet maximálisan megvalósítani ebből, amit elképzelünk. És nem pedig az, hogy tehát egy ilyen folyamatos újratervezés, ha így akarunk most a új fogalmakkal, én nem GPS-es fogalmakkal, tehát ez a lényeg. És valójában itt meg kell nézni azt is, és ebben bízom benne, sőt, tudom, hogy lehet, hogy kiíráskor úgymond megfogalmazni a közbeszerzési szerződést, hogy teret adjon bizonyos menet közbeni átkalkulációkra, tehát legyen egy kicsi rugalmasság. A következő dolog, amit pontosan ma beszéltünk, az egyik kulcsfontossága időszempontjából a grafikonnak egy kritikus tevékenység a régészeti ásatás. És pont ezen beszélgettünk ma, hogy meg fogjuk keresni annak a módját, hogy még a terv véglegesítése előtt, az építkezési engedély beszerzése előtt, Gyulafehérvár a tervet jóvá kell adja, át kell nézze, míg azelőtt tudjon beindulni egy olyan régészeti ásatás, amely megelőzi valamilyen módon a kivitelezést, tehát nem akkor kezdődne a régészeti ásatás, amikor a kivitelezőnek a kezében van a szerződés, netán esetleg novemberben, akkor várunk márciusig, mert téridőben nem lehet dolgozni, hanem valamilyen módon sikerüljön, tudjuk kihasználni régészeti szempontból az idei szezont is. Itt elég rég folyamatban van a tervezés, és nagyon kevés idő maradt a kivitelezésre. Joggal fogalmaztak meg, úgy gondolom, nem építész végzettségű emberek is olyan kifogásokat, hogy esetleg ez a beavatkozás olyan mértékű, amelyik felülírja a létező állapotot. Tehát egy új történelmet írunk udvarhelyen, és nem biztos, hogy ennek pont most itt van egy ilyen térben a legjobb megfogalmazása.
Elvileg itt a fő probléma a várral kapcsolatban maga a várfalnak az állaga. Tehát mindenki tudja, különösen az ott lakók, hogy veszélyes maga a jelenléte. További probléma, hogy mi történik az iskolával, tehát hogyha turistákat engedünk egy rendezetlen területbe, hogy oldódik meg ez a funkcionális probléma. És igen, nagyon nagy, hosszú távú hozadékkal tud annak lenni, hogyha kutatjuk a bástyákat, mert olyan részleteket tárunk fel a múltunkból, ami csak a miénk, ami egyedül a miénk, és hogyha itt nem őrizzük meg, akkor gyakorlatilag erre már lehetőségünk nincs. Én úgy gondolom, hogy minden szempontból, különösen udvarhely történelmi kontinuitása szempontjából most van az a pillanat, mikor kell venni egy nagy levegőt, és egy olyan tervet fogalmazni meg, ami még ezzel a pénzösszeggel kivitelezhető és megvalósítható. Egy ilyen kilátó, mérsékelten funkcionális, sok további urbanisztikai hozadéka lehet, ami nem feltétlen szerencsés. Én mindenképp azt javasolnám a tervezőknek, nagyon-nagyon örülök, hogy Gutmann Szabolcs kezébe van ez a történet, mert úgy gondolom, ő képes arra, hogy olyan fogalmazzon meg, ami udvarhely büszkesége tud lenni, és nagyon örülök, hogy egyáltalán a Városháza foglalkozik ezzel, mert ez sem úgymond kötelező története, de most van az a pillanat, mikor át kell gondolni, hogy mit tudunk még megvalósítani ennyi idő alatt úgy, hogy ez a pénz továbbra is itt maradjon a városnál, és egy olyan megoldás szülessen, ami előre mutat. Köszönöm szépen!